És akkor Aszódi Attilával folytatjuk, aki a Paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős államtitkár. Jó hosszú pozíciója, ma jó reggelt kívánok, jó reggelt, köszönjük, kívánok, hogy eljött. És ugye a beszélgetésünk legfontosabb apropója, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a Rosszatom vezetői tegnap egyeztettek a parlamentben, és a sajtóhírek szerint hát egyrészt átnézték, hogy hol tart most ez a beruházás, másrészt a legfontosabb része az volt a beszélgetésnek, hogy a beígért 40%-os magyar beszállítói szint elérését hogyan lehet majd megvalósítani. Hogyan, mi erre a garancia, és hogy kikből választják ki, hogy kik kerülhetnek ebbe a körbe? Egyrészt szeretném azért árnyalni a képet, mert én azt gondolom, hogy nem a beszállítók kérdése a legizgalmasabb kérdés ebben a pillanatban. Ugye egy ilyen nagy projektnél indokolt, hogy időről időre, legfőső szinten is rátekintsenek erre a projektre, egy ilyen projektre. És ugye új szereplők vannak a történetben, hiszen a Rosszatom első embere nem olyan régen vette át ezt a pozíciót, Magyarországon pedig május 2-a Utasuli János személyében egy tárca nélküli miniszter felügyeli a Paks 2 projektet. Tehát mivel új szereplők vannak, ezért érdemes az ő aspektusukból is ránézni erre a nagy projektre. Akkor térjünk vissza a beszállítókra, csak ha már itt tartunk. Én, lehet, hogy ez csak egy téves prekoncepció, olyan érzésem volt, hogy az orosz fél elégedetlen a tempójával ennek a beruházásnak. Korábban sajtóhírek arról szóltak, hogy amikor Pekingben találkozott Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, akkor is a magyar kormányfő magyarázkodni volt kénytelen, mert hogy egy másfél egyéves csúszásban van uniós vizsgálatok, hatósági engedélyeztetés miatt a projekt, és feltűnően gyakran találkoznak magyar illetékesek, illetve oroszok, és már ugye tudjuk, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozni fog Orbán Viktor a Cselgáncs világbajnokságon is. Tehát, hogy azért nagyon jövésmenés Paksa. Nézzem, műszaki szinten napi kapcsolat van, tehát napi szinten tárgyalunk a különböző kérdésekről. De elégedetlenséget is tapasztalnak? Nem tapasztalunk elégedetlenséget. Megy előre a projekt. Amit említette az engedélyezéssel kapcsolatban, kifejezetten ellentétes a helyzet. Az engedélyezés nincsen csúszásban, nincsen kritikus úton, nem fogja ennek a projektnek az előrehadását. Egy dolog volt, ami kifejezetten gátolta azt, hogy az előre eltervezett feladatokat az előre eltervezett ütemezésnek megfelelően végezzük el. Ez az Európai Bizottságnak a vizsgálata volt, ami 2015 novemberétől tartott egészen idén márciusig. Ez alatt az idő alatt számos dologgal nem lehetett foglalkozni, és természetesen most ez ad egy újabb feladatot, meg kell nézni azt, hogy ez hogyan befolyásolja az ütemezést, de a tárca nélküli miniszter ezt feladatul kapta a kormánytól, hogy figyelembe véve az Európai Bizottságnak a vizsgálatait, vizsgálja felül az ütemezést, és mondja meg, hogy akkor szükség van valamilyen módosításra, vagy pedig az eredeti ütemterv szerint lehet haladni. Erre vonatkozóan majd lesz válasz természetesen, hogyha a miniszter úr befejezte ezt a vizsgálatot. Akkor vissza a beszállítói körhöz, ugye? Hát azért szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy nagyon fontos érve volt a magyar kormánynak az, hogy ez mennyi magyar cégnek és magyar munkavállalónak fog munkát adni ez a beruházás. Tehát akkor mi alapján kerül be valaki ide? Nézze, tehát válaszok ketté. Egyrésztről azt kell tudnia, hogy az államközi megállapodásban szerepel az a szándék, hogy a felek törekszenek arra, hogy 40% legyen a magyarországi beszállítás. Ez rendkívül fontos, hiszen egy nagy értékű beruházásról van szó, és ez tud segíteni nem csak a villamosenergia termelésben, hanem a gazdaság élénkítésében. Ráadásul a Rosszatom egy olyan nagy vállalat, amelyik a világ számos pontjára szállít ilyen erőműveket, és hogyha magyar cégek fel tudnak fejlődni erre a szintre, akkor nem csak a magyar projektbe, hanem más projektekbe is be tudnak szállítani. Tehát ez az egyik aspektus. A másik aspektus pedig, hogyha Magyarországon fejlődik ki az ipari tevékenység, aminek az eredményét be lehet szállítani az erőműbe, akkor ez természetesen Magyarországon munkahelyet teremt, Magyarországon adóbevételeket teremt, tehát átitelesen is élénkíti a gazdaságot. A magyarországi 40%-ot ne csak úgy tessék érteni, hogy magyar tulajdonban lévő cégek vehetnek ebben részt, hanem Magyarországon tevékenykedő cégek, magyarországi termelés ebbe természetesen beleszámít, hiszen magyar munkaerőt teremt, magyar munkahelyet teremt, magyar munkaerőt használ, és Magyarországon generál adóbevételeket. Tehát ezek elérhető célok, a 40% természetesen önmagától nem fog teljesülni, de hogyha a felek ezen dolgoznak,
és ha a különböző tenderekben részvevő cégek ebben közreműködnek, akkor ez a 40% elérhető. Nagyon fontos hangsúlyoznom, még egy utolsó mondatot engedjen meg, hogy ez egy olyan projekt, amelyben a fővállalkozó, az orosz fővállalkozó kell, hogy bevonja az alvállalkozóit, és természetesen különböző követelményeknek, nukleáris minősítésnek, tapasztalatnak, beszállítói feltételeknek meg kell felelni, de a fővállalkozó az, aki kiválasztja a beszállítókat, kiválasztja az alvállalkozókat, és természetesen felel a munkájukért, felel a munkáik minőségéért. Azt mondta nyilván, hogy erre fel kell készülni a magyar cégnek, és ezen dolgozniuk kell. Hát van, aki már dolgozik rajta, és őt Mészáros Lőrincnek hívják. Ugye a sajtóban megjelent az a hír, hogy az egyik cége, az Opimus révén 45%-os tulajdonos lett egy cseh magyar leányvállalatában, ami nukleáris beruházásokkal foglalkozik, és tervbe van véve, hogy nem csak a leányvállalatban, hanem az anyavállalatban is szerezzen valamilyen tulajdont. Na most, hát ez beleillik abba a koncepcióba, ami azért a közvélemény egy részében ott van, hogy ha ez egy nagy biznisz, akkor azok Fidesz közeli cégek lesznek, és hogy nem Mészáros Lőrinc megjelent ott. Nézze, hogyha ha figyeli azt, hogy mi történt a projekt körül az elmúlt másfél évben, akkor számos céget említhetne, a GE-t, az Alstomot, a Siemens-et, egyéb nagy cégeket, a Rolls-Royce-ot, amelyek világcégek, és nagyon intenzíven érdeklődnek a projekt iránt. Természetesen magyarországi vállalkozások is érdeklődnek. Mondjuk ők technikát hoznak, nem magyar munkaerőt alapvetően. Nem, önemben téved, hiszen azoknak a cégeknek, amelyeket említettem, van magyarországi termelése, van magyarországi gyára. Lokalizálni akarják azt a munkát, aminek eredményeként valamit be tudnak szállítani az erőműbe. Ezért mondtam az előbb, hogy rendkívül fontos az, hogy itt a Magyarországon lévő cégekről kell beszélni, magyarországi ipari tevékenységről. Tehát az, hogyha a GE Magyarországon gyárt valamit, és azt utána beszállítják az erőműbe, az természetesen magyarországi termelés. Tehát nagyon fontos látnia, az Európai Bizottság előírta, de egyébként az orosz fővállalkozónak is saját rendszere van, ami az európai szabályokkal összhangban működik, és ez azt írja elő, hogy az alvállalkozókat tenderek formájában kell kiválasztani. Nyitott tenderek, ilyen tender már jelent is meg, rengeteg ilyen tender lesz. Tehát itt egy nyílt verseny lesz, nyílt szabályokkal, természetesen ebben nem kapta fel a fejét, amikor hallotta ezt a hírt, hogy Mészáros Lőrinc akkora géniusz, hogy tényleg már bevásárolja magát egy olyan cégbe, ami így tud indulni majd a Paks 2 ügyeiben is. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én azt gondolom, hogy kiragad a körzetéből valamit. Egy erőműnek a megépítése nagyon nagy munka, egy atomerőmű megépítése pedig kifejezetten nagy munka. Rengeteg beszállítóra, rengeteg munkára van szükség. Csúcsidőben 7-8 ezer ember fog dolgozni a területen. Itt gépészeti, elektromos, építészeti feladatok vannak, talajmunkák, rengeteg minden. Ebben nagyon sokan részt kell, hogy vegyenek annak érdekében, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Akkor mondok még egy példát, ezt az LMP vette észre, hogy nem, amikor Paks 2-t népszerűsítik, egyébként a meglévő blokkok és az MVM reklámköltéseiben, akkor hogy nem mindig Fidesz közeli cégekhez jutnak ezek a pénzek. Habony Árpád cégeihez, Csetényi Csabához, Andy Vajnához, majdnem 1,5 milliárd forint értékben. Tehát ez is a holdudvar kifizetéséül szolgálhat. Összekeverik a szezont a fazonnal. Az a helyzet, hogy a Paks 2 teljesen független az MVM-től, és teljesen független a Paksi Atomerőmű ZRT-től. Egyébként ezt az Európai Bizottság is előírt, hogy függetlennek kell lenni a Paks 2-nek az MVM-től és a Paksi Atomerőmű ZRT-től. A Paks 2 a 2016-os 17-es évben kevesebb, mint 100 millió forintot költött kommunikációra, tájékoztatásra, és olyan anyagokra költött el egyébként ezt, amit a törvények előírásainak megfelelő engedélyek beszerzése kapcsán a lakosság tájékoztatására szükségesnek gondoltunk. Tehát az, amit ön itt említ, mind az összeget tekintve, mind pedig a médiavállalkozásokat tekintve nem korrekt, mert nem a Paks 2-re vonatkozik az, amit említett, hanem az MVM csoportra vonatkozhat. Nem tudom, én nem foglalkozom az MVM csoporttal, nem tudom az ő adataikat. Jó, pontosan. Attól még tényleg érdekes, hogy nem a nézettség látogatottság alapján hirdetnek Fidesz közeli cégeknél állami cégek. Még egyszer, az én dolgom nem az MVM. Ebben igaza van.
2016-17-ben kevesebb, mint 100 millió forintot költött a Paks 2 ilyen típusú tájékoztatásra, és hangsúlyozom, hogy olyan anyagoknak a megjelentetésére költöttük el ezt a pénzt, ami a hatósági eljárásokhoz kapcsolódott. Nagyon furcsa az én szempontomból a helyzet, amikor egyrésztről azzal próbálnak bennünket vádolni, hogy az információk nem lennének elérhetőek, miközben rengeteg információt tettünk közzé, azzal próbálnak vádolni bennünket, hogy nem transzparens a dolog, miközben az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációkat feltesszük, mi magunk megyünk a sajtóhoz, hogy kérjük, közöljék le, adják közre, és utána azzal támad, hogy miért költünk pénzt erre. Oblaktalan, nem tudom milyen helységbe engedték be, és még fénymásolni se lehetett, csak kiírhatott szerződésekből részleteket, tehát ugye a transzparencia azért szerint annyira nem valósult meg. Nézze, ha megnézi a világon, sehol nem talál atomerőmű építésére vonatkozó fővállalkozói szerződés, EPC szerződést nyilvánosan fenn az interneten. Az ön által idézett képviselő asszony, más európai parlamenti képviselő is betekinthetett az EPC szerződésbe. Tehát szerintem ennek szabályai vannak, aki minősítette ezeket a szerződéseket, az nyilvánvalóan megfontolta, hogy miért minősíti ezeket a papírokat, és az, akik pedig kérte, az hozzáférhetett az információhoz. Röviden még egy ügy nyilvánosságáról, hogy miért nem tudunk részleteket arról, hogy Semmilyen Zsolt mit írt alá Iránban, milyen együttműködési megállapodást, mert ugye a szándéknyilatkozatot tudjuk csak, de a részleteket nem, hogy nekünk miért kéne mini reaktorokat építenünk Iránnak, ráadásul úgy, hogy mi hitelezzük meg. Egyébként az csak a részletkérdés, hogy miért Semmilyen Zsolt írja alá. Sok a kérdés itt is. Nem az én portfóliómba tartozó ügyről van szó. Atom-atom, persze, természetesen, mert a bögrében is van atom. Ettől függetlenül nem sok közöm van a bögréhez. Szóval, hogy tehát még egyszer, nem az én portfóliómban van, én is annyit tudok róla, amit a sajtóban látok. Külügyminisztérium készítette elő, az NFM hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Én azt tanácsolom, hogy az NFM-től kérdezzék, illetve azoktól, akik a megállapodást előkészítették. Én azt tudom... Hát az LMP rendszeresen kérdezi, de nem akarnak nekik válaszolni. Nézze, én azt tudom, hogy Iránnal nagyon sokan próbálnak most együttműködni. Ugye Irán hosszú időn keresztül szankciók alatt állt, és azután, hogy megegyezett az Egyesült Államokkal, ezek a szankciók elmúlni látszanak, és óriási gazdasági potenciált látnak nagy fejlett országok Iránban. Szerintem útkeresés zajlik nagyon sok ország részéről, ennek a része lehet ez a magyar próbálkozás is. És hogy aztán majd mi fejlődik ki egy szándéknyilatkozatból, azt majd meglátjuk. Reméljük, meg is látjuk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.